Köszöntöm a kedves nézőket, önök a hatos csatorna eheti programajánlóját látják, kezdésként pedig 6. kerület közszolgálati felhívásaival. A Magyar Vöröskereszt budapesti szervezete véradást szervez október 31-én a Nyugati Pályaudvar királyi várójában 10 órától 15 óráig. A véradáshoz szükséges személyigazolvány, taj és lakcímkártya. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata továbbra is segíteni kíván a gondokkal küzdő háztartásokon, ezért ebben az évben már másodszor, hogy élelmiszercsomagosztást szervez a rászoruló lakosok számára. A Szolidaritási Központ október 1-től várja rászorulókat hétfői, keddi és csütörtöki napokon. A csomag átvételihez szükséges a személyigazolvány, lakcímkártya és jövedelemigazolás. A B-kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az önkormányzat támogatást nyújt társadalmi és szociális helyzettől függetlenül minden terézvárosi középiskolás diák számára. A hozzájárulást, amelynek összege 50.000 forint, megkaphatja az önkormányzat közigazgatási területén állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási helyen rendelkező, középfokú oktatásban résztvevő, nappali tagozatos diák. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT szervezésében karácsonyi vását rendez Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren november 29-e és december 24-e között. Ehhez kapcsolódóan pályázati felhívást hirdett Terézváros a karácsonyi vásáron való részvételre. A pályázati űrlapok letölthetők Terézváros honlapján. Az Andrássy út egyik legszebb épületében, a Párizsi Galléria és Művészeti Szalonban nyílt Farid Fadel egyiptomi művésznek kiállítása a Nílus találkozik a Dunával címmel. A sokoldalúságáról híres festő nem csak hogy nemzetközileg elismert, és számos művészeti díj birtokosa is. A kiállítás november 20-áig látogatható. Kettő az egyben alkotó műhely október 26-án 11 órától az 5-ös 10-ben. Különféle technikákkal egyedi, igényes ajándéktárgyak és ékszerek készíthetők. A foglalkozásokat Már Andrásné bőrdíszműves és Liget Ervinné magyar kézműves remekdíjas népiparművész vezeti. Aradi 13 címmel Domonkos Béla bronz arcképeiből nyílt kiállítás az Aradi Vértanúk ünnepe előestjén október 5-én az Avilai Nagyszentterész templomban. A tárlat egészen október 25-ig látogatható. Folytatásként a fővárosban felelhető programokból válogattunk. Oldtimer Show a Budapesti Szima rendezvényközpontban október 25 és 27-e között. A kiállításon 300 darab oldtimer jármű és gép kerül bemutatásra. Az idei év kiegészítő rendezvénye az ősgép kiállítás lesz, ahol több mint 100 éves járművek működés közben is megcsodálhatók lesznek. Endrődi Éva koncert október 26-án 15 órakor a Kőrösi Csoma Sándor kőbányai kulturális központban. A Dallam Kavalkád koncerten fellép még Maros Gábor, Alex Tamás, Jazzy, Krizsán József és a Merci együttes. Poligámi romantikus musical komédia a Madách Színházban október 26 és 27-én. Egy férfi, akinek az összes nő kell, és bármilyen meglepő, meg is szerzi őket. Legyen az vékony, dundi, feltűnő, szürke, facér, kacér, házi sárkány vagy házi tündér. De hogy ez a kémámor vagy rémálom, arra a Madách Színházban derül reflektorfény. A Turaida Színház idei évada garantált szórakozást nyújt a komédia és a könnyed műfaj kedvelőinek. Legközelebb játszódó előadás Molnár Ferenc, világhírű színpadi szerzőnk legtöbbet játszott darabja, a Doktor úr című komédia október 25-én a József Attila Színházban. Ajánlónkat vidék eseményeivel zárjuk. Csabai Kolbász Fesztivál 17. alkalommal Békés Csabán október 24-e és 27-e között. Magyarország és Közép-Kelet-Európa egyik legismertebb és jelentős turisztikai vonzerővel bíró gasztrokulturális rendezvénye, száraz kolbászok, disznótoros ételek és töltött káposzta kóstolással. Vidéki színházi bemutató kapcsán Molière híres komédiáját, a Fösvényt ajánlom figyelmükbe a székesfehérvári Vörös Marti Színház előadásában október 26-án. Győri Könyvszalon október 25-től 27-ig, idén 13. alkalommal. A Győri Nemzeti Színház épületében felállított standokon 46 kiadó lesz jelen, több mint 10 helyszínen 109 különböző programmal készülnek. Múzeumok őszi fesztiválja a múzeumok egyik legrangosabb, kiemelkedő rendezvénysorozata, melyhez idén 168 múzeum csatlakozott az ország különböző pontjairól.
A fesztivál 4 héten keresztül várja az érdeklődőket október 27-éig. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, programokkal teli hetet. Viszontlátásra!